Na ez a nem gyenge, halljátok. Ez a jegy még 2 hete, ez a 10 kilométeres jegy, még 250 forint volt, most meg 400. Akkor mennyi is az infláció a bevallott 21 helyett? Az akárhogy is számolom, ez 60%-kal több. Na látjátok, ezért tart itt az ország. Mert ugye budiból már nem csak a budi papírt lopják, hanem még a tartót is. Hát meg a kézfertőtlenítő tartót. Na sziasztok! Eljöttem már megint gyártelepre, Szigen Szent Szűzmária Fasza Miklósra. Szakrendelésre. Ez már a, nem is tudom, hanyadik, a második alkalom. Megpróbálok valami utat keresni, mert hogy én keresek egy fagyizót, amúgy minden rendben velem. Igaz, hogy egy kicsit sokat kellett várni, mert hogy nem találták a beutalómat, hát miért is találták volna, merre láttam én a spárt. Itt már most itt körbejártam itt a helyet. Vannak itt ilyen üzletházak, meg minden szarok, ahol állítólag mindent lehet kapni. Én most megóhajtottam egy kis fagyit, de hát nem kapok sehol. Az ég ott a világon, hátulróverben a nap. Na jó, van akkor. Akkor szerintem én itt körbe fogok menni, és akkor, ha más nem, akkor a spárba tudok venni egy jégkrémet, vagy valamit. Csak itt ilyen úttalan utak vannak. Ja, itt van. Itt van a spár. Látjátok, nem látjátok? Remélem igen, de hol tudok átkelni? Ott lesz egy vasúti átjáró, ott fogunk átmenni. Szóval amúgy minden rendben volt, csak mondom, 11-re kaptam ugye időpontot, akkora volt meg a beutaló, és akkor hát elszórták, na. Tehát mondta utána a hölgy, doktornő, hogy igazából nem találják a beutalómat, mert a izére találtak egyet, a pszichiátriára. Ha mondom, az más, az hatodika. Ez harmadika. És erről is hoztam beutalót, hiszen arra kaptam az időpontot. Na jó van, úgyhogy most 11-kor bejöttem ide újra. És akkor hát kaptam 11-kor egy időpontot, ami ugye izére szólt. 1 óra 30-ra. Humanos pár akkor. Ja. Mondom, és akkor nekem itt most muszáj végigvárni ezt a izét. Ezt a 13.30-at, mert az volt rányomtató a cédulára. Hát azt mondták, hogyha nem jön el valaki, akkor lehet, hogy hamarabb sorra kerülök, úgyhogy olyan 1 óra körül sorra is kerültem. Most mennyi az idő? 1.26. Még a cetli alapján még most kéne bemenjek. Egy kicsit könnyebb volt. Na, itt a spár. Bemegyünk és veszünk jégkrémet, ha kapunk.
Basszátok meg ettől a spártól, cirka agyfasz lehet kapni, minden egyes helyen, ahová csak beteszed a lábad. Bemegyek, veszek egy jégkrémet, most láttam egy ilyen szurimi halacskát, halrudacskát, amit nagyon szeretek, úgyhogy vettem azt is. Oda megyek az önkiszolgálóba, kifizetem, aztán megyek a kiárathoz, nem nyílik. Mondom, ott egy nő ott szöszmötölt, mondom, hogy a rákba lehet ezzel kimenni, innen kimenni. Hát a nyugtát le kell olvastatni a vonalkód. Mondom, mi van? Hát őrizze meg, még jó, hogy letéptem a nyugtát, azt megőriztem. Bazdmeg, mert mondom, mi a faszom ez a, na egyszer ki van fizetve, minden be van kamerázva, azt még még nyugtával lehet csak kinyitni az ajtót, bazd meg. Hát komolyan mondom, megáll az embernek az esze. Mit találnak még ki, bazd meg, hogy elriasszák a vásárlókat? Itt valahol vajon közelebbről el tudok jutni a hét megállóhoz, mert most már akkor menni kéne. De valahogy úgy, hogy én nem akarok még egyszer elmenni a zebráig, elgyalogolni körbe a faszomba. Spar! Spar Magyarország! Tessék! A csicska szar! Úgyhogy én valahol át fogok kelni a izén. Van itt egy ilyen kerítésféle. Az ott az a korlát. Azon majd átlépek szépen. Ha nem, hát de. Fog a tököm itten. Ja, hogy itt tilos az A. Nem baj amúgy, mert ottan át lehet kelni. Ott véget ér a szalagkorlát, pont most megy el a hév. Tököl irányába. Na a gyerekek, most élesbe be van vetve a homemade selfie bot, amit annak idején még Harasztiba vettem, a Haraszti Tesco-ba, és hát ez igazából okostelóra van tervezve. Tehát nem az a csavaros felfogatású, viszont nem gömbfejes, hanem kifejezetten szelfiállvány. Könnyű, mint a pihe, le is lehet támasztani, cserébe kicsit tud imbolyogni. Viszont az a jó benne, hogy hát így lehet vele sétafikálni. És akkor itt mutatni a környezetet, úgyhogy szépen ezzel is lehet. Mindjárt véget ér a szalagkorlát, és akkor itt fogok átmenni. Jó, mondjuk ez nem egy GoPro, azért azt tudni kell, tisztában kell vele lenni. Most azért itt láthatjátok, hogy rezeg a kép rendesen, pedig be van kapcsolva az aktív stabilizátor, hol a jegypénztár. Ja, hát az meg ott a brandba. Hát mégiscsak jobb lett volna átmenni itt a izen. Mindegy, nem jön hív, nem onnan sem jön hív, úgyhogy nyugodtan át tudok kelni, és akkor tudok venni jegyet. Most már itt tartunk. Valga anyukon tilos az átjárás. Az anya köcsögit, most nem tudom, hogy kikapcsolta a felvétel. Igazából nem is néztem a felvétel lámpát, vagy csak a azért kapcsolt ki. A monitor. Ha mindegy. Turkáltam egy kicsit a menübe. Hát, ilyen még nem történt. A felvétel közben meg nem állítottam át semmit, úgyhogy. Hát egy kicsit már neki is melege van. Csak nekem bár most hál' Istennek egy kicsit elfátyolosodott a felhő. Hát nem volt az olyan rossz az a jégkrém. Ja, ez most tököl felé megy, ez még nem az én vonatom. Az enyém majd a izé lesz, ami Soroksár fele megy. Ugye mi a végállomás? Közvágóhíd.
Elfogyott a vízem, elfelejtettem az aksimat elhozni, direkt megkerestem a powerbankomat. Mondom, legyen nálam mindig egy feltöltött powerbank, hogyha ne egy Isten videózás közben látnám, hogy merül a kamera, akkor mindig tudjak egy kicsit rátölteni, mondjuk két snit között. Ez a veszély még mondjuk nem áll fenn, mert annyit még nem forgattam, de hát az ena. Mindig jó van aztán. Ha meg a hangrögzítő, meg ugye a kábelek. Most is úgy fordultam vissza egyébként a hangrögzítőért, meg a mikrofonért. Már kint voltam a hívállomáson, amikor észrevettem, hogy hát bazd meg, otthon hagytam. Jó, akkor visszafordultam. De valamit mindig elfelejt az ember ennyi lomb között, tehát. Úgyhogy most akkor megkockáztatjuk. Látjátok, hogy libegteti a szél ezt a kamerát? Ezt az állványt. Annyira nem a legstabilabb, de legalább van egy kis dinamika a képben. Én csak azon kell imádkozni, hogy ez le nem erüljön, mert nem hoztam magammal izét, konnektort, meg lengőt. Aztán ugye nem tudtam hova bedugni, az egész kórházban nincs egy konnektor. Az egyik folyosónak az egyik végén volt egy. Tehát, hogy nem tudod mire rádugni. Hát látom, majd a héten lesz valami, de hát kibírom azt a néhány percet, utána már otthon vagyok, 6-7 perc alatt az állomásról biciklivel. Közben láttam azért, hogy a tegnapi jóslatom azért bevált. Anyám is írta, akit már voltak, akik eltemettek, már részvétüket is nyilvánították, hogy már biztos meghalt anyám. Mondtam nekik, hogy tévedés, mert itt van és szokott is kommentelni. Csak nem tudjátok, hogy ő milyen néven kommentel. Egyébként a saját nevén szokott kommentálni. Na mindegy. Azt mondják, hogy akinek a halálhírét költik, az hosszú ideig fog élni. Úgy legyen. Gyerekek, anyám még fiatal, csak 70 éves. Miért lenne halott? Na úgyhogy írta is, hogy a privát vagy milyen jót szórakozott a izének a antimédia csoportnak a troll kommentjein. Igazából egyik sem tudott azzal vitába szállni, ugye amit én megkritizáltam. Tehát azzal egyik se. Mindegyik mondta, hogy hogy milyen vagyok, hogy fogatlan, meg kopasz, meg gizda, meg izé. Tehát, hogy csupa-csupa ilyen dolgok, mert hát ugye másban nincs mibe belekötni. Azért is engedtem ki direkt a... Tehát a kommenteknek a 90%-át kiengedtem, még ezeknek a rossz indulatúaknak is, mert meg akartam nektek mutatni, hogy lássátok, hogy ennyit elég tőlük. Úgyhogy ezek után is szerintem én úgy gondolom, hogy egy eléggé kulturált hangvételű kritikát csináltam, csak a tartalomra fókuszálva. Tartalmi szempontból néztem meg, és kritizáltam meg. Ettől függetlenül erre senki nem reagált. Senki. Tehát úgy veszem, hogy igazam volt. Mindenben, amit elmondtam a tegnapi videóban. És továbbra is igazam lesz. Bizonyítsa be az ellenkezőjét. Bizonyítsa be az ellenkezőjét azzal, hogy időről időre frissíti a portfólióját, és akkor jön a hívem. És akkor majd utána meg lehet látni, hogy mennyire fejlődőképes. Na, jön a hívem. Sziasztok, sziasztok, megyek haza.